Nagy a forgalom ebben az ötcsillagos szántódi hotelben. Nem csak magyarok, külföldiek is nagy számban keresik fel a Balatont a nyári főszezonban. A vendégek összetétele az nagyon érdekesen alakul, mert én azt mondom, hogy egyre jobban igazodik ahhoz, hogy egy adott országban milyen szünetek vannak, milyen ünnepek vannak, mikor tudnak elmenni szabadságra az onnan érkező vendégek. Tehát nyilván adott esetben például egy ausztriai téli szünet, az nekünk is sok vendéget tud hozni, nem csak a magyar iskolaszünetek adott esetben. Nem csak a szállodákban, hanem a strandokon és a vendéglátóhelyeken is érezhető a forgalomnövekedés. Szakemberek azt mondják, a 2024-es szezon még a tavalyinál is jobb lehet. A vendégészakák számát jelen pillanatban úgy látjuk, hogy 5-8%-kal lesz magasabb, mint az előző évben. A külföldiek aránya most már 30% körül van, ami azt gondolom, hogy előremutató a Balaton szempontjából. És ne feledjük, még zajlik a nyári szezon, kiváló idő van. Ez a nyár talán megmutatta azt, hogy a klímaváltozásnak vannak pozitív hozadékai is, hiszen rengeteg a nyári kánikulai meleg nap, és az elkövetkező napok is ilyenek lesznek. A turisták azonban nem csak a strandot, hanem a környéket is szívesen felfedezik. Ez a család már évek óta visszajár Balatonföldvárra. Fel szoktunk menni a kilátóba is, ott is nagyon jó, ugye van olyan lehetőség, hogy földvárkártyát váltson az ember, és akkor nagyon sok kedvezmény jár vele együtt. A vendéglátók úgy látják, az emberek keresik és megfizetik a minőséget, a folyamatos jó idő pedig különösen kedvez a tóparti vállalkozásoknak. Hát az egyik legjobb szezon, amióta mi nyitva vagyunk tényleg. Nagyon sokan vannak, nagyon jó idő volt, mi nagyon elégedettek vagyunk és nagyon örülünk ennek a szezonnak tényleg. A szakemberek szerint nem csak a nyári, de az őszi hónapok is kimagasló forgalmat hozhatnak a Balatonnál.